Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható augusztus hónapban a vízöntő jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást álnéven, a díjam 3500 forint. Most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok a vízöntő jegyében születetteknél. Mars bolygó jelenti az élet erőt, vagy egy férfit, ez lehet a lelki társad is. Mars bolygó a kos jegyében van az indiai számítás szerint. Mars bolygó itt jól érzi magát, hiszen uralkodik a kos jegye felett. Egy erős Mars energia. Mivel a kos jegye a tűz eleméhez tartozik, és a vízöntő jegye a levegő eleméhez tartozik, itt megvan a jó kapcsolat, mert a tűz eleme és a levegő eleme barátságban áll egymással. Tehát egy jó Mars energia. Vénusz bolygó az jelent bennünket hölgyeket, de utal a párkapcsolatra, a szerelemre is. Vénusz bolygó az indiai számítás szerint az ikrek jegyében, tehát a levegő elemében van, ez is jól hat ki a vízöntő jegyére, hiszen levegő-levegő harmonizálnak egymással. Merkur bolygó az oroszlán jegyében van a tűz elemében, itt megvan újra ez a jó kapcsolat, viszont hozzá kell tennem azt, hogy a vízöntő jegye és az oroszlán jegye szemben áll egymással, itt tükröződik valami, bele kell nézni ebbe a tükörbe. Itt szerződésekről lehet szó, itt kommunikációról van szó. Az is lehet, hogy a másik elvárja azt, hogy te jelentkezz nála, és így megpróbáljátok kialakítani a kapcsolatot, hiszen ez a szemben álló pozíció, a vízöntő jegye és az oroszlán jegye nem csak olyan, mint egy tükör, hanem olyan, mint egy mérleg, itt mérlegelni kell a dolgokat, és középen találkozni. Itt van egy arany szabály, ne túl sokat, ne túl keveset. Jupiter bolygó szerencsét hoz, a közelben van, a szomszédos jegyben, a halak jegyében, ez is jól hat ki a vízöntő jegyére. Augusztus 12-én teli hold van. Teli hold megvilágít valamit, oda kell figyelni bizonyos dolgokra. Itt célokról van szó. Mit szeretnél elérni az életbe? Hogyan tudnád ezt elérni? Kell a türelem, a kitartás. Nem szabad feladni a céljaidat. Augusztus 27-én új hold van. Új hold az azt jelenti, légy visszahúzódó, meditálj valami felett. Ez az új hold Regulus csillag hatása alatt áll. Regulus csillag, az a királyoknak a csillaga volt régen, és jelenti a szívünket is, és a szív az olyan, mint egy kincses láda. Ki kell nyitni ezt a kincses ládát, és megnézni azt, hogy mit szeretsz, kit szeretsz, mit kedvelsz, és ez nagyon fontos, erre kellene odafigyelni. Augusztus 1-én Uránusz bolygó és Mars bolygó együtt hat. Uránusz bolygó jelenti a változásokat, és ez kihat a férfiakra. Augusztus 24-én Uránusz bolygó megáll, utána visszafele halad. Ebben a pillanatban ugyan megállnak az események, de
Ez a visszatekintés jelenti a múltad. Az is lehet, hogy valaki gondol rád, visszatér a múltból, és ezáltal lesznek változások. És most megtekintjük a képeket. Ha te egy hölgy vagy, itt vagy látható, és ez a férfi lehet a lelki társad, de utal a férfiakra is. A fölöttetek lévő kártyák jelentik a gondolatokat. Bizonyára feltűnik neked is, hogy kettőtök között megjelenik a kígyó. Ez jelenthet gyógyulásokat, változásokat, megújulásokat, hogy változik valami a párkapcsolatot illetően, viszont ez a kígyó gyakran egy nőt jelent, hogy egy nő ott áll középen, köztetek, beleavatkozik a dolgokba. De ez a személy el fog tűnni, hiszen a kígyó alatt megjelenik a kasza, és elvágja szimbolikusan ezt a nőt. Lehet az is, hogy itt válásról van szó, és itt ez a nő úgy figyelget benneteket. De ez lezárul, hiszen a koporsó lezárja ezeket az eseményeket, és a kasza eltünteti akkor ezt a nőt. Itt voltak a múltban hamisságok, hazugságok, lehet, hogy hazudott, vagy becsapott téged, vagy őt, itt vannak a fájdalmas emlékek, de mindketten te is, a lelki társad is elfordul ezektől az eseményektől, új irányba tekintetek, lesznek változások, sőt, a gyermek itt utal egy új kezdetre. Ezek az emlékek itt elmúlnak, a kasza ezt is el tudja távolítani. A gondolatok. Itt vannak az utak. Jelentenek lehetőségeket. Utal változásokra, döntésekre. Mert mindketten te is, ő is elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt tisztázódik valami, ami az otthont, a környezetet, a családot illeti. Lehet, hogy van itt anyagiakról is szó, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat. A téli hónapokban erre utal ez a hegy, hiszen jelenti ezt az időszakot. Valami átláthatatlan volt, itt látható ez a felhő, de ez elmúlik, hiszen megjelennek az egerek és segítenek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek felfalják a hegyet és a felhőt, eltávolítják ezeket a bizonytalanságokat vagy nehézségeket. Ez a fa jelenti azt, hogy mennyire fontos számotokra, hogy oda érkezzetek, ahol úgy érzitek, igen, itt le tudok gyökerezni. Ez lehet egy külföldi hely vagy utazások. A fa szimbolizál gyógyító erőt is, tehát ha betegségről van szó, akkor itt most lesz gyógyulás. Sőt, itt látható a szerencse, és a virágcsokor szintén szerencsét hoz, és a jeges medve jelenti akkor már az élet erőt. Persze ez a fa, illetve az egészségügyi témák lehet az érdeklődés, lehet a hivatásod, és akkor itt fontos döntések lesznek. Sőt, a kígyó szintén utalhat gyógyító erőre. És akkor itt vannak a szerződések, itt az anyagiak javulnak, látható a szerencse. Nem csak az anyagiak terén van meg ez a szerencse, hanem ami a szívügyi dolgokat illeti. Tehát kihat a szerelemre, a párkapcsolatra. Itt van a vonzalom kettőtök között. Ez a kisugárzás.
Az lehet, hogy a múltban ő kicsit zárkózott volt, de itt most kinyílik az ajtó, nyitott lesz, érzelmekről beszélni, erre utal a hold, és szerelemről beszélni, ezt jelenti itt ez a szív. Persze ez a könyv jelenthet tudást, vagy továbbképzést is. Itt akkor az energiáról van szó, a gyógyító erőről, tehát ezen a területen lehet egy továbbképzés. Itt a háttérben megjelenik a hamisság, és az ostor jelenti azt, hogy valaki megbántott téged. A gyűrű az utalat arra, hogy valaki visszatér az életedben, tehát előfordulhat az, hogy ez a hamis személy újra visszatér hozzád, és meg akar bántani téged. De elfordulsz az ostortól, a rókától, tehát elfordulsz ezektől az eseményektől, és a szerencsét hoz számodra. Itt meg lesz újra a könnyűség, a beszélgetések, és a csillagok jelentik a szerencsét, vagy utalhat asztrológiára, kártyavetésre, egy spirituális területre, és a gyűrű jelentheti a szerződéseket. Itt ez a horgony utal a hivatásra, a munkára, és itt lesz munkahelyi változás. Javul a helyzet. Ez a hamisság jelentheti azt, hogy a munkahelyeden is vannak hamis személyek, de ez lezárul. Az is lehet, hogy ez a személy eltávolodik a munkahelyről, vagy te gondolkodsz el azon, hogy legyen egy munkahelyi változás. Amennyiben így van, és itt látjuk a változásokat, ez szerencsét hoz számodra, lesznek jó kapcsolatok, szép beszélgetések. Azon kívül változik még valami a környezetedben, a családban. Itt látható a nyilvánosság, a barátságunk, a változások. Ez a torony lehet egy nagy város is, és a ház, itt a közelben a gólyák utalhatnak költözködésre is. Itt ez a kereszt jelenti a hitedet, vagy az, hogy a sors utatok kereszteződött. Itt inkább barátságokról van szó. Vagy azt is jelentheti, hogy elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, melyik irányba. Itt az otthonodról van szó, a családról van szó, itt tisztázódik valami. A kereszt mellett megjelenik ez a torony, mint mondtam, ez lehet egy nagyváros is, vagy ez a torony jelenthet hivatalos dolgokat, vagy bírósági ügyet. Itt voltak ugyan hamisságok, hazugságok, hiszen a torony, a beszélgetés egy vonalban van a rókával, de változik itt most a helyzet, javulni fog valami, hiszen a csillagkép segít ebben. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét augusztus hónapban itt látható. Télen voltak nehézségek, valami átláthatatlannak tűnt, ez most elmúlik. Lesz egy kellemes meglepetés, utazások, külföldi kapcsolatok. Itt van a rend, rendeződnek a dolgok, megvan a gyógyító erő is. Itt látható, hogy a nyilvánosságon észrevesznek téged. Itt vannak baráti kapcsolatok, valami változik, hiszen megkapod az elismerést. Második hét, augusztus hónapban itt látható. Lesznek fontos döntések. Az otthont, a családot illetően itt tisztázódik valami. Ez a kereszt szintén a döntésekre utal, lesz egy új irány. Itt láthatóak a változások, a gólyák szimbolizálják a változásokat. Itt szerencse lesz az anyagiakat illetően. Ez a levél lehet egy szerződés, vagy egy jó hír,
de utalhat lottóra is, hogy érdemes így augusztus elején lottózni. Az anyagiak javulnak, itt van ez az erő, tehát erős ez az anyagi helyzet, javulni fog valami. Harmadik hét, augusztus hónapban itt látható. Itt közel álltok ugyan egymáshoz, de ez a kígyó ott van köztetek. Tehát valaki figyel benneteket, valaki be akar avatkozni a dolgokba. Ennek ellenére megvan a vonzalom, és itt a szerencse a szerelmi élet területén. Ő néha olyan zárkózott, de most nyitott lesz érzelmekről, párkapcsolatról beszélni. Itt előre mennek a dolgok, tehát lesz mozgás, nem csak a szerelmet illetően, hanem az anyagiakat illetően is. Volt valami a múltban, ami megsértett téged, vagy egy bizonyos személy, aki rossz indulatú volt hozzád. Lehet, hogy ez a személy újra próbálkozik és visszatér az életedbe. De fordulj el tőle, hogy legyen meg a könnyűség, vagy mondd ki a véleményedet. Ezáltal szerencséd lesz, hiszen eltávolodsz ettől a hamis személytől. Utolsó hét, augusztus hónapban itt látható. A szerelem áll a középpontban. Itt megvan a vonzalom kettőtök között, megvan a szerencse, és a fa azt is jelentheti, hogy itt ebben a párkapcsolatban le tudtok gyökerezni. Ez kihat az érzelmekre, itt lesz egy új kezdet. A hamisságok azok elmúlnak, hiszen a kasza ezt eltávolítja. Ami még fontos, a hivatásod, itt lesznek szerződések, fontos beszélgetések, és a csillagkép szerencsét hoz, vagy utal egy spirituális területre, amit itt ki tudsz építeni, megnövekszik valami, a torony erre is utalhat, és a gólyák jelentik ezeket a munkahelyi változásokat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!